A szeptember végi nyári időben Domján Sándorral, a Kunagro 21 Kft. Főmérnökével beszélgettünk az őszi munkák állásáról. A gazdáknak nincs hatása az időjárásra, az olyan, amilyen hol aszályos, hol csapadékos. Egy igen csapadékos nyáron vagyunk túl. A sok eső nehezítette a nyári kalászosok betakarítási munkáját is. Volt, amikor lánctalpas kombájnnal végezték el, mondta a szakember. A nyári betakarítást követően a gazdák hozzáfogtak a szármaradványok letakarításához vagy bedolgozásához, és már kezdődnek is az őszi munkák. Nagyon meleg és csapadékhiány miatt nagyon kiszáradtak a talajok, így a repce, ahol földbe került egyelőre, ott van magányban az esőhiány miatt. Meg kell tanulnunk, hogy az időjárásra nincs ráhatásunk, az olyan, amilyen. Ugye egy igen csapadékos nyárnak vagyunk utána, ami nehezítette is a nyári kalászosok betakarítási munkáját, illetve a nyári növények betakarítási munkáját, hiszen mondjuk a kalászosokon kívül olajlent is kellett betakarítani, borsót kellett betakarítani, vagy más fehérje növényeket, szóját. Nekünk is elő kellett venni ebbe az évbe a lánctalpas kombányt, mert voltak olyan táblák, ahol csak azzal tudtunk boldogulni. De hát mindig van, mindennek van bőtje, most éppen a bőtje van, hiszen a kalászosok és a nyáriak betakarítását követően mindenki hozzáfogott a szármaradványok vagy letakarításához, vagy bedolgozásához, majd ezt követően elkezdődtek az ősziek alá a talajmunkák, amik jó ütemben haladtak, jó minőségben, de közben ugye átfordult az időjárás, és most abszolút nincs csapadék, és nagyon meleg van, ezért elég rendesen kiszáradtak a talajok. Tehát ha most egy repcét vetett gazdálkodót kérdezek, akkor az rimánkodik az esőért, aki pedig épp a napraforgót takarítja, ő pedig azt mondja, hogy rájön még egy hétig. Hát ez mindig ilyen, hiszen nagyon sokrétű a mezőgazdaságban az évnek minden hónapja, minden évszaka. Most egy szép őszünk van, és valóban itt most mennek a talajmunkák az ősziek alá. A repce az már a földbe került, de egyelőre ott van a magágyban, nem nagyon akar megmozdulni. És hát a legnagyobb volumenű őszi az a napraforgó és a kukorica. Napraforgó betakarítás nem csak hogy elkezdődött, hanem úgy a középtájon jár. A korai kukoricát már kezdik nézegetni a gazdák. És aki a másodvetésben zöldtrágya növényt is vet, azt is lassan a földbe kerül. Nagyon-nagyon korai kukoricákat már kezdik kóstolgatni a gazdálkodók, hogy beszáradt-e tárolható vízre. De hát ezen kívül ugye azért karcolón elég jelentős olajtök is található, hogy mondjuk ezt még kiemeljem az ősziek közül, illetve vannak őszi takarmánynövények, takarmánykeverékek, vagy aki úgy gazdálkodik, hogy másodvetésbe zöldtrágya növényt vet, ugye annak is majd lassan következik a talajba való bemunkálása. Növényvédelemre is szükség van még, mert ha véletlenül megindul a repce egy kicsit is, és főleg ilyen vontatott kelésnél a rovarkártevők teljesen tönkre tehetik még azt a keveset is, ami kijön a föld. A gazdák a szélsőséges időjáráshoz próbálnak alkalmazkodni. A karcagi vetőmagfajták nagyon jól bizonyítottak, bár az egyik nagyon nagy előnye, a télállósága, az utóbbi időben nem nagyon van szükség. Én úgy gondolom, mivel nagyon jól bizonyítanak a karcagi fajták, ezért én is ezeket támogatom és pártolom. Sokan vetik ezeket a fajtákat, bár az egyik nagyon nagy előnyükre az utóbbi időben nem nagyon volt szükség, ez a jó télállóság. De hát, hogyha lesz már véglet elünk is, és akkor ez is ki fog domborodni, mert hát vannak olyan nyugat-európai hibridek, amik mondjuk termés átlagban többet tudnak, de minőségben jóval kevesebbet. És mivel az ár az nem igazán válik el pregnánsan az euró, illetve a malmi búza között, elég kicsi az árkülönbség, ezért továbbra is azt tapasztaljuk, hogy jobb a jó minőségből nagy termést csinálni, mint a gyengébből még nagyobbat, mert sokszor a még nagyobb épp az időjárási hatások miatt nem jön össze. Most a talajból 100-120 mm eső hiányzik. Isten igazából egy ilyen 100-120 mm, de nem egyszerre. Tehát, hogyha ez egyszerre szakad a nyakunkba, akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad.
Tehát ilyen, hát ugye álmodik a mezőgazdász, ám most jól lenne egy 15 mm, két nap múlva megint egy 15 mm, de utána azért süssön a nap, hogy az út az megszáradjon, és a többi, és a többi. De egy olyan 120 mm most hiányzik még a talajokból, mert azért ne felejtsük el, hogy a nyarunk ugyan csapadékos volt, nagyon csapadékos volt, de előtte a tavasz, illetve a tél, az pedig nagyon asszályos volt, nagyon száraz volt. Tehát Isten igazából ez a nyári nagy csapadék még 100%-ban nem is pótolta azt a vízmennyiséget, ami hiányzott a talajból. Ha ez megvalósulhatna, ideális lenne, véli a főmérnök, aki reméli, az őszi időjárás kegyes lesz a munkájukhoz, és akkor karácsonykor úgy ünnepelhetnek, hogy mindent el tudtak végezni.